14 településen összesen 16 oktatási intézmény újult meg a közelmúltban, a gyulai tankerületi központban közel 3 milliárd forintból. Ezek a fejlesztések elsősorban a tanulás segítő terek megújítását segítették, ezt követően pedig a tankerületi központ épületére került a sor. A munkafolyamatok még az új tanév kezdete előtt befejeződtek, és augusztus 23-án a korszerűsített épület átadása következhetett. 2016 nyarán már tudtuk, az országban létrejövő 59 tankerület közül az egyik a gyulai lesz, és létszámunkat szűk fél esztendő alatt közel az ötszörösére növelve kell létrehoznunk, megteremtenünk egy olyan szervezetet, amelyhez mindeddig még hasonló sem létezett. Stabil pontot, biztos hátteret adott szeretett épületünk, és az addig használt néhány iroda helyett immár az egész palotát birtokba vehettük. Szükségünk is volt rá, pincétől egészen a padlásig. A beruházás elsődleges célja az intézmény fenntartási költségeinek a csökkentése és a környezetvédelem volt. A több mint 77 millió forintos fejlesztés során teljes energetikai fejlesztést végeztek el, megtörtént a nyílászárók cseréje, a tetőn a régi palettákat újra cserélték, melyre felkerülhettek az új napkollektorok. Először azokat az épületeket akartuk felújítani, amelyekben oktató-nevelő munka folyik. Ezért az elmúlt másfél évben jelentős beruházásokkal tettük szebbé és modernebbé a Dürer, a Bai és a Lila iskolát, az Implomiskolának új tornaszobát létesítettünk, az Erkel Ferenc gimnáziumnak pedig a kollégiumát korszerűsítettük. Az 1931-ben épült gyulai tankerületi központ főépülete közel 40 dolgozónak biztosít munkaterületet napjainkban, immár korszerű körülmények között. Amikor az energetikai pályázatok megjelentek, egyetlen pillanatig sem volt abban kétely, hogy ezt az épületet energetikai vonatkozásban fel kell újítani. Annál is inkább fel kell újítani, mert az épület gyönyörű, az építészeti stílusa úgy szintén, de az épület adottságai a működtetés szempontjából meglehetősen komoly költségeket kell, hogy hordozzanak magukban, mert ez az épület ugye közel 100 évvel ezelőtt épült, így ez a fejlesztés nagyon-nagyon jókor jött, és jelentős megtakarítást fog a fenntartónak, Gyulaváros önkormányzatának jelenteni. A köszöntő beszédeket követően a nemzeti színű szalagot is átvágták az épület főbejáratánál. Ezután a jelenlévők belülről is megtekintették az épületet, az itt dolgozók először járhatták körbe felújított munkahelyüket. Az épületben, amellett, hogy akadálymentesítve lett, egy új helyiséget, egy konferenciatermet is kialakítottak, ahol a továbbképzéseknek szeretnének helyet biztosítani. Az udvaron ezentúl kialakított parkolórész és megújult külső fogadja az ide érkezőket.